A süngomba. Három dolgot kell tudni az idegrendszeri megbetegedésekről. Ilyenek a szklerózis, a demencia, Parkinson vagy az Alzheimer. 1. A legfontosabb tényezőjük az idegi növekedési faktor, az NGF hiánya az agyban. 2. Az NGF fehérjeként nem juttatható be kívülről az agyba, mert nem hatol át a véragygáton. Ezért a tudomány arra összpontosít, hogy a szervezet saját NGF termelését valahogyan stimulálja. A véragygát, az agyi hajszálereket bélelő, sűrűn egymáshoz illeszkedő sejtekből álló réteg, egy védelmi vonal, amely eredetileg az ártalmas vegyi anyagok ellen védi az agyat. 3. A süngomba hatóanyagai, az erinacinek viszont átjutnak a véragygáton, és a kutatások szerint serkentik az idegi növekedési faktort, az NGF-et. Ezért nagyon hatékony a süngomba a degeneratív betegségek kezelésében.